a városban tartott kutyák nyilvántartása, valamint az esetleges járványok megelőzése érdekében. Kötelezőbb összeírást tart a város önkormányzata. A törvényben előírtak szerint az ebb tulajdonosok köteles az önkormányzat rendelkezésére bocsátani a kért információkat. Így minden gazdát, akinek Ceglét közigazgatási területén 4 hónaposnál idősebb kutyája van, arra kérnek, töltsék ki az adatlapot és juttassák el a hivatalhoz. A kitöltéshez szükséges lesz a tulajdonos és az app tartó személyes adataira, majd következnek a kutyára vonatkozó általános információk. Itt fel kell tüntetni az állat nevét, nemét, színét, születési idejét és tartózkodási helyét. A következő szakasz kitöltéséhez nélkülözhetetlen a kisállat egészségügyi kiskönyve. A csíppel ellátott kutyák esetében annak sorszámára, a beültetés időpontjára és a beültetést végző állatorvos adataira is szükség van. Ugyanígy ivartalanított ebb esetén a műtét időpontját és az azt végző orvos adatait is meg kell adni. Ahogy arról is nyilatkozni kell, rendelkezik-e az állat útlevéllel. Ezeket követően a veszettséggel kapcsolatos kérdések következnek. Itt meg kell mondani az oltási könyv számát, mikor volt az utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja, és azt is, hogy milyen oltóanyaggal történt. Abban az esetben, ha a kutya elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett, a származási igazolás másolatát is csatolni kell. Az adatlap letölthető a város honlapjáról, vagy átvehető személyesen az önkormányzat portáján. Ügyfélkapus bejelentkezéssel azonban elektronikusan is kitölthető. Március 31-ig várják a kész adatlapokat, melyeket postai úton is vissza lehet küldeni. De a Városháza Kossuth Ferenc utcai bejáratánál található gyűjtőládába is be lehet dobni. Az önkormányzat kiemeli közleményében, nem ebadó bevezetése, hanem törvényi kötelezettség az összeírás oka. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege 15 000 forint.